24-ben nem volt nagy szerepet, egy színes bőrű fickót szinkronizáltál. A koncepciója neked mennyire jött be? Hát nekem nem annyira, ha lehetek őszinte. Én ugye, amit olvastam a sorozatról, az az, hogy valós időben mutatnak mindent, és hogy az események folyása az a néző idejével azonos. Hát nekem ez így, lehet, hogy én bután néztem, de a szinkronizálás közben nem ez jött le. Tehát én szerintem volt úgy, hogy úgy éreztem, hogy ez most több, mint amennyi a valóságban lenne, vagy pont úgy, hogy kevesebb, mikor, hogy a filmalkotók mit szeretnének. Tehát én szerintem ez volt az alapkoncepció, mert ez egy jó újítás volt. Ezt azt aláírom, hogy ez egy nagy ötlet volt, mert még nem készült előtte ilyen. Bár ha nem nézzük ilyen szűken a világot, hogy tévésorozatok, akkor azért a Buñuelnek volt olyan filmje, ami valós időben, gyakorlatilag valós időben mutatta az eseményeket. Szóval nincs új a nap alatt. Én magam aztán az ilyen akciós, világmegmentős, kémes dolgokkal nem annyira tudok azonosulni, úgyhogy nekem nem volt annyira, nem keltette fel az érdeklődésemet. De még egyszer mondom, hogy alapvetően én nem vagyok ilyen szempontból jó alanya egy ilyen interjúnak, hogy ami felkelti az érdeklődésemet, azt sem nézem meg utána a tévébe. Tehát lehet, hogy a szinkronizálás közben azt mondom, hogy hú, ez engem érdekel, meg tök jó csinálni. Ugye az interjú elején volt egy ilyen kérdés, hogy szeretem-e a misztikus dolgokat. Volt egy olyan sorozat, amiben én voltam a főszereplő, a jövőből utaznak vissza a Föld korai állapotába, hogy megváltoztassák a világtörténelem menetét, hogy ne pusztítsa ki az emberiség önmagát. Mert a Föld bolygó már el van szennyeződve teljesen, mondjuk 2200, ilyen nagy ipari városok vannak, az emberek a Föld alatt, meg a Föld fölött élnek magasan, mert a felszínen már olyan rossz a levegő, hogy aki oda lemegy, az rögtön meghal, és akkor megalkotják az időgépet, és akkor kitalálják, hogy visszamennek a múltba, hogy megváltoztassák a jövőt, és ezáltal a gyermekeiknek egy élhetőbb bolygót biztosítsanak, és akkor az én figurám, az egy család, több gyereket vállaltunk, mint amennyit a törvények engedtek, és ezért a családjával visszamenekül a múltba egy katona, egy rendőr talán, vagy egy kommandós, aki visszamenekül így a múltba, ebbe az időgépbe az utolsó pillanatban beugrik, törvénytelenül, mert ők nincsenek kiválasztva, és akkor egészen az őskorig mennek vissza, hogy ott tegyék le azokat az alapokat, amik miatt majd több millió év múlva megváltozik a Föld bolygó élete. És ezt a katonát szinkronizáltam, és én szerettem az ilyeneket, mert voltak benne dinoszauruszok, dzsungel, ahogy mondtam, kalandok, közben jövő is volt benne, mert űrhajó, meg modern gépek, mert ugye természetesen az őskorban modern fegyverekkel és harci járművekkel mentek vissza, meg ott a dzsungel közepén felépítettek egy ilyen hipermodern várost, amiben éltek. És amikor szinkronizáltuk, akkor szentül meg voltam róla győződve, hogy na, ezt a sorozatot nézni fogom. Azt hiszem az RTL adta azt is. Terra, valami ilyesmi volt a címe, hogy... De passz. Na mindegy, a lényeg, amiről beszélni akartam, az az, hogy utána egy árva percet nem néztem meg belőle a tévében. Ha már szóba hoztad a skifiket, akkor... Igen, tulajdonképpen ez egy skifi, egy speciális skifi. Ez a stílus is rááll hozzád. Abszolút. Akkor gondolom, jó volt rendezni a Babylon 5-öt. Igen. Bár az egy kicsit nekem bugyuta volt, de jó volt, igen. Tehát jobb volt, mint hogyha, mindig ezt szoktam mondani, hogy jobb volt, mint brazil szappanoperát rendezni, akkor inkább Babylon 5. És hát ott irgalmatlan élmények értek engem is, meg a stábot is. Én nem tudtuk, amikor elkezdtük, hogy Magyarországon ennek ekkora, ekkora néző tábora van, hogy meg rajongói klubja, és ők felvették velünk a kapcsolatot, mint szinkronizálókkal, és meghívtak minket egy ilyen Babylon 5 napra, a Pecsában volt, ahol be voltak öltözve a sorozat karaktereinek a rajongók, úgyhogy meg annyi kis
hú, milyen lények voltak, Minbari, meg nem tudom, hogy milyenek jöttek velünk szembe. Nagyon-nagyon vicces volt, de ami meg már szinte megható volt, hogy akkoriban indította a NASA valamelyik Mars járóját a Marsra, és megfelelő pénzért volt egy olyan lehetőség, mint egy támogatva a programot, hogy civil szervezetek is, vagy bárki tulajdonképpen, aki befizette a NASA-nak azt a mennyiségű pénzt, elhelyezhetett egy a Mars járón, vagy ez egy űrszonda volt, az is lehet, hogy űrszonda, nem is Mars járó. Mindegy, egy CD-t helyeztek el rajta, amin bizonyos információk meg adatok voltak. És többek között névsor is. És mi kaptunk erről egy tanúsítványt, egy angol nyelvű NASA által lepecsételt szertifikátet, ami arról szól, hogy a Babylon 5 magyar szinkron verziójának alkotóinak a névsora, szinkronrendező főbb szereplők rajta vannak ezen a CD-n. Hát, hogy ezzel a marslakók, vagy a minbariak, ha eljut addig, mit kezdenek, azt nem tudom, remélem nem ez lesz a kilövési sorrend, de a lényeg az, hogy a nevünk az úgy ott kering az űrben, hogyha minden igaz. Hát ez egy vicces történet, de megható, hogy ők ennyire komolyan gondolják ezt, és elintézték ezt a dolgot, nyilván akár úgy is, hogy a saját pénzüket dobták erre össze, hogy ez megvalósulhasson. 24-5 évados sorozat volt? Igen, az első évadot nem mi szinkronizáltuk, az még a Viasat 3-ra készült, ha jól emlékszem, a TV3, igen, mert akkor még nem volt Viasat 3, hanem TV3. És aztán a második évadtól vettem én át, és semmit nem tudtunk az első évadról. Úgy derült ki számomra, hogy egyáltalán már volt neki első évad. Tudni kell, hogy abban az időben még az interneten sem voltak ezek annyira fellelhetőek. Nem volt magyar nyelvű adatbázis, mint manapság, hogy rengeteg, ott van ugye a sorozat junkie, a szinkronos oldalak. Ma már egy csomó olyan háttérinformáció segítheti egy szinkronrendező munkáját, ami akkor nem volt. Tehát jó, IDMB az volt már akkor is, meg fel lehetett volna menni külföldi honlapokra, hogy infókat gyűjtsünk egy-egy filmről, de a külföldi honlap nem mondja meg nekem, hogy az első évadot kiszinkronizálta, és hol és ki volt benne a magyar szinkron színész. Szóval, amikor elkezdtük a forgatást, akkor a Rosta Sanyi jött a első nap, mint az általam kiosztott egyik főszereplő, és mondta, hogy hát ez most csináltuk nem olyan rég a Pannóniában, és ott nem ez voltam ebben a sorozatban, hanem ez. De egyébként ilyen már velem is volt, hogy kimentem valami filmre, akár sorozatra, és kiderült, hogy egy olyan sorozatba kell szinkronizálnom, amiben egy másik stúdióban más karakter voltam. Hát ezek bosszantó dolgok, főleg egy rajongó szemével, aki elvárná, hogy ugyanazok a hangok legyenek, de sokszor kivitelezhetetlen, tehát egyéb okok miatt. Úgyhogy onnantól kezdve végig úgy csináltuk természetesen, akkor már az én kezemben volt az összes évad, de azt az bizonyos első évadot nem szinkronizáltuk újra. És akkor Rosta Sándor vitte tovább a saját karakterét, miután jelezte, hogy ő... Nem, hanem, vagy talán lehet, hogy rossz példát mondok, mert lehet, hogy pont a Rosta Sanyi az általam is ugyanarra lett kiválasztva, mint az első évadban, a Garibaldi nevű ilyen biztonsági főnököt, aki az űrállomáson a biztonsági főnök. Nem emlékszem már. Lehet, hogy a Rosta Sanyi hívta fel a figyelmemet, hogy ezt már máshol csinálták, és hogy voltak állandó hangok, és hogy ő ugyanaz maradt, ez is lehet, hogy csak így megmaradt bennem, hogy vagy ő más, nem emlékszem erre már, utána kellene nézni, de hát ez is régen volt. És a szkifikben még vannak mindenféle kitalált kifejezések, szakszavak ezekkel, hogy birkóztál meg? Olyan úgy birkóztam meg, az szerintem még a mai napig megvan, ha megtalálnám valahol a padláson. Egy füzetet vezettem erről a munka alatt. Egyrészt többen fordították a sorozatot, legalább 3-4-en. Ugye a fordítók egymás munkájáról nem tudnak. Simán előfordulhat, hogy mivel új terminológiát kell alkotni, hogy az egyik fordító mondjuk úgy fordítja, hogy időkapu, a másik meg úgy fordítja, hogy csillagkapu. Most nyilván butaság, hogyha egy adott filmsorozaton belül nem ugyanaz az kifejezés hangzik el ugyanarra a tárgyra vagy fogalomra. Na most én ezeket nagyon-nagyon precízen jegyzeteltem kezdettől fogva, úgyhogy mindig ott volt a kis okosom, és akkor, hogyha valami nem ugrott be elsőre, hogy mondtuk ezt régebben, akkor gyorsan megkerestük.
Ugyanígy az etnográfia, hogy úgy mondjam, tehát hogy a melyik bolygón kik élnek, azokat hogy hívják, ők maguk hogy hívják magukat, a többiek hogy hívják őket, mert ez a sorozat olyan szempontból jó volt, hogy például a mimbariak elmondták, hogy mi magunkat Nungunak hívjuk, és nem mimbarinak, csak ti hívtok minket mimbarinak, mert hogy ti azt a nevet adtátok a bolygónknak, hogy mimbár. Hát ahogy ez egyébként a Földön is megvan, ugye, hogy mi magyarnak hívjuk magunkat, a világ meg azt mondja ránk, hogy Hungarian, és semmi közel két szó alapnak egymáshoz. Szóval ez a füzetes sokat segített ebben, hogy és egyébként arra emlékszem, hogy a rajongói klubban ezt kiemelték, hogy a sci-fi sorozatoknak egy nagy hibája a szinkronizálás során, hogy állandóan csapkodják a tértüket a röhögéstől, hogy a lézerpisztolyra a következő részben azt mondják, hogy időmodulátor, meg nem tudom én, és hogy ezen ők mindig milyen jókat nevetnek, és hogy ritkaság az ilyen. Most nem magamat akarom fényezni, de tényleg ez igazából bennem csak az akkor úgy fogalmazódott meg, hogy én magam sem emlékeztem, és gyorsan a második résztől elkezdtem ezt így írni, és akkor tudom, hogy a forgatás végéig mindig lapozgatni kellett visszafelé. Úgyhogy így. Milyen volt az Andromédában szinkronizálni? Jó, mert a karakter az hasonló volt az Amazonhoz. abban is egy ilyen bohókás űrszerelő voltam, aki mindig megjavította az áramló tárgyakat, meg az űrhajót magát, és szintén meglehetősen vagányan és pofátlanul állt az élet dolgaihoz, úgyhogy az ilyen karaktereket nagyon szeretem. Meg nagyon jó volt a csapat, szintén Kőszegi Ákos, Spilák Klára, Kisvirág, Orosz Helga. Pont most került fel egy hónapja a Facebookra a Kisvirág által egy stábfotó, ami az Andromeda forgatása közben készült, 10 évvel ezelőtt, vagy még talán több is. Nagyon-nagyon jól esett, ott állunk a mikrofon előtt, én egy kicsit bohókás arckifejezéssel, veszem észre, hogy le akar minket virág. Azt hiszem a virág fotózott, és én ott egy kicsit grimaszoltam. A többiek szinkronizáltak, én meg csak pofátlanul behajoltam, és grimaszoltam egyet. De az is, az a figura miatt volt, mert olyan volt a figura is a sorozatban, ilyen kicsit ilyen mindenből gúnyt csináló, vagy gúnytűző. Akkor az még azokban az időben készült, amikor együtt voltatok a stúdióban. Hát ez manapság is gyakran előfordul azért, tehát nem... Ez inkább stúdió és rendező függő, hogy ki hogy szeret dolgozni. Vannak olyan rendezők, akik mindig egyedül forgatnak egy-egy színésszel, van, aki jobban szereti, hogyha együtt vannak a partnerek. Mivel annyira felgyorsultak a dolgok, annyira, és nem csak a technikára gondolok itt, hogy egy nap alatt kész kell lenni a filmnek, hanem a megrendelőnek a vállalási határidők. Pénteken felhív a gyártásvezető, hogy mit csinálok hétfőn és kedden, mert szerdán már le is kell adni. Tehát ez azt jelenti, hogy egy nap alatt felvesszük, vagy hétfőn, vagy kedden, de szerdán már nekik be kell dobozolni, utómunkával, vágással, keveréssel együtt vissza kell adni a megrendelőnek a kész kópiát. Borzasztóan felgyorsultak. Emiatt egyszerűen nincs idő arra, hogy ha kitalál a rendező egy szereposztást, akkor már arra sincs idő, hogyha valamelyik azt mondja, hogy neki nem jó a hétfő délután, de a kedd délelőtt jó, akkor gyere kedd délelőtt, majd felveszünk külön. Tehát ez is elindította ezt a dolgot, hogy és emiatt sajnos, mivel a szinkron stúdió viszont nem áll meg, van úgy, hogy most már egy nap nem is egy produkciót forgat egy stáb, hanem mondjuk délelőtt veszik a filmet, délután egy kis hangalámondás, este meg folytatják a filmet. Mert az a színész, aki éppen akkor ráért, akit kiosztottak rá, az akkor tud jönni. És emiatt is van az, hogy sokan egyedül találják magukat a mikrofon előtt. Alapvetően én szerettem úgy dolgozni, hogyha nyilván nem, hogyha mondjuk 10 vagyunk a jelenben, akkor mind a 10 ott legyünk, hiszen az meg már technikailag teszi nehézzé a munkát. De ha mondjuk a főbb szereplők vagy, akivel én beszélgetek abban a jelenetben, ott van mellettem, én azt szeretem. Vagy ha nincs ott, akkor meg halljam a már felvett hangját, azt is szeretem, mert az inspirál valamilyen szinten.